Súlyos börtönbüntetést szabtak ki arra a 6 férfira, akiket azzal vádolnak, hogy részt vettek a 2 évvel ezelőtti bécsi terrortámadás előkészítésében. Az esküdtszék 16 órán át tanácskozott, mire meghozta a döntést. 2 férfit tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, míg másik 2 bűntársukra 19, illetve 20 év büntetést szabtak ki. A jogállam működik, ami ma egyértelműen bebizonyosodott. Bár védencemet terrorszervezetben való részvétel és propaganda terjesztése miatt ítélték el, a fő vádpont alól, azaz a gyilkosság és gyilkosságban való bűnrészesség alól felmentették, mondta az egyik vádlott ügyvédje. További 2 férfit szintén felmentettek a gyilkosságban való bűnrészesség vádja alól, de 2 év börtönbüntetésre ítéltek propaganda terjesztés miatt. 2020. november 2-án Bécs belvárosában egy fegyveres 4 civilt megölt, és további 20 embert, köztük egy rendőrt is megsebesített. Az elkövetőt a rendőrök még a helyszínen lelőtték. Nem vagyok elégedett az ítélettel. A maximálisan kiszabható büntetést szabták ki, ezért fellebbezést nyújtunk be, mondta az ügy másik vádlottjának ügyvédje. A terrortámadás elkövetője a 20 éves Kujtim Fejzulaj osztrák észak-macedón kettős állampolgár volt. Nem sokkal a támadás előtt szabadult korábbi börtönbüntetéséből, amit azért szabtak ki rá, mert csatlakozni akart az iszlám államhoz Szíriában. A 2 évvel ezelőtti terrorcselekményt az iszlám állam vállalta magára.